Muszáj még a megállás egyéb szabályairól beszélni, tehát nem csak a, mert most csak gyakorlatilag meghatároztuk a fogalmat, meg kell beszélnünk, hogy hogyan és hol kell megállni, és az, hogy hol nem szabad. Tehát ez egy dolog, hogy kiteszik a megállni tilost, de tábla nélkül is van egy csomó hely, ahol nem lehet. De először beszéljük meg, hogy hogyan. A szabály azt mondja, hogy megállni, illetve várakozni az úttesten és annak jobb szélén kell. Nem ajánlás, nem lehetőség, kötelezettség az úttesten és annak jobb szélén. Nem a járdán, nem a füvön, nem a fa tetején, hanem az úttesten és annak jobb szélén. A legtöbb bírságot az emberek pont azért fizetik, mert nem tudják, hogy jó helyen parkoltak vagy nem. Ti ezt tudjátok. Alapszabály ezt mondja ki. Úttesten és annak jobb szélén. Ugye nektek majd a tanulás során a jobb szél is fontos lesz, mert vizsgán az a követelmény, hogy 30 centin belül, ugye egy A4-es papír az kb. 30 centi, kerék járdasziget, tehát ezen belül kell lenned majd. Jó? Akkor elszabad. Miért nem mindenki így áll? Hoztam egy pár életszerű képet. Szabályosak az autók? Hol vannak félig? Ráadásul ez? Szemből. Kapásból szabálytalan. Hol van az a fehér autó? Füvön. Azt jön a... Hát de megbüntettek miért? Hát mondom, ott van az indoklás, zöld területen parkolt. De hát nem is zöld. Hát azért, mert ott parkolsz. Hát nyilván nem tud a fűkön kinőni. Tehát itt nem csak közlekedési szabálysértés követsz el, hanem mit tudom én, ilyen közterület védelme, egyéb zöld terület védelme büntetést is. Figyeljetek erre. Ott áll a piros. Hol? Fönn a járdaszigeten, szabálytalan. Ez már, hát ez még talán elmegy, meg ez is. Tehát ezekre figyeljetek, mert tudom, a parkolási gond a városban nagy, de van, amikor rájön, aztán elkezdik sorba vagy kerékbilincsezni, vagy megbüntetni az autósokat. Ez az autó. Úgy te szélén áll, miért szabálytalan? Mert? Bal szélen áll, nem a jobb szélen. Tudjátok, milyen lökött egyébként? Mert szerintetek mi van ezen a táblán? Megállni tilos. Hát nem tudja észrevenni, mert onnan állt be. Tehát nem is praktikus bal oldalra megállni, mert nem látom a szemből jövő jelzéseket. De mondom, nem is szabad. Megvan akkor az alapszabály, hogy hol és hogyan kell megállni? Természetesen vannak itt is kivételek. Megint csak visszacseng az, hogy a közúti jelzés módosíthatja a leírt szabályt. Itt úgy módosítja, hogy nem párhuzamosan kell megállni, hanem ferdén, vagy esetleg merőlegesen. Hát ez meg csak annyit mond, hogy itt csak személygépkocsik állhatnak meg, tehát például egy autóbusz már nem, vagy parkolhatnak, várakozhatnak. Vagy jobb oldal szabályos, és azt mondom, ő is. Miért? Pedig eddig azt mondtam, hogy jobb szélen kell megállni. Nem, azért, mert jó szeműek látják, hogy ez egy irány utca. Egy irány utcán mi hiányzik? A szembeforgalom, ezért szabad bal szélen megállni, de csak akkor, ha itt is meg lehet állni, meg közben el lehet menni, jegyezzétek meg, ha mellettem jobbra az út széléig 5,5 méter vagy annál nagyobb hely marad, akkor szabályos itt a megállás, illetve várakozás. Tehát vannak kivételek, alapvetően közúti jelzésekből adódnak. Itt például ugye jobb oldalon megállni tilos, de hát ki van festve, föl van festve a parkolója bal oldalt, akkor természetesen ott várakozhatunk. Hát, ha meg nem, tudjátok mi ez? Kerékbilincs, jó kis móka, főleg amikor sietsz. Nem is az a 10 000 forint, amit ki kell fizetni, hogy leszereljék, hanem az idő, amíg kijönnek, míg leszerelik, az közben sietnél, figyeljetek. Miért büntették meg ezeket a járműveket szerintetek? Két dolog miatt is, az egyik, hogy fönn vannak a járdán, másik meg, aki tudja, ez a sárga folyamatos vonal ugyanúgy megállni tilosat jelent. Na, nézzük meg akkor a helyszíneket, hol nem szabad megállni. Nehogy nekem elkezdjétek fölírni, nyissátok ki a füzetet a 14. oldalon. Inkább maradjunk abba, hogy én megmutatom, hogy lássátok, jó? És ott kipipálhatjátok, bár nagyjából azzal a sorrendben megyek. Tehát ott van leírva a szöveg, itt pedig mutatom. Hát tilos megállni olyan helyen, ahol közúti jelzés, táblát, lámpát takarok el, kis trabantoddal nem sok mindent fogsz eltakarni, de nyilvánvalóan egy busz, egy teherautó képes erre, tehát nekik erre jobban kell vigyázni. Nem látom se a kereszteződés, se a zebrajelzést, tehát ez itt már szabálytalan. Tehát még egyszer, tilos olyan helyen megállni, ahol eltakarok valami fontos közúti jelzést.
tilos megállni a záróvonal, és azon a helyen, ahol záróvonal van, és nem férnek el az autók mellettünk, azt mondja a szabály, 3 méternek kell lenni az autóm széle és a záróvonal között, mert akkor egy autóbusz is biztonságosan elfér. Ha nincs meg a 3 méter, akkor nem szabad megállni, mert nézd meg, szegény autónak rá kell menni a záróvonalra, azért, mert ott szabálytalanul áll egy jármű. Ráadásul ez a 3 méter, ez nem csak záróvonal esetén igaz, hanem olyan úton is, ahol az út túloldaláig nincs meg a hely. Hát nincs benne vezető. Erre akartam menni, és nem sikerült, mert nem férek el. Keskeny úton ez előfordulhat. Tehát ahol nincs meg mellettem 3 méter használható hely, ott tilos megállni. Hangsúlyozom, amiket most felsorolok, azok megállási tilalmak. Tehát a kibeszállás idejére sem lehet ott az autóm, mert mire 5 percig kiszáll a nagymama, addig én itten föltart és nem tudok tovább. Egyébként ez érdekes kérdés, ez becsapós is lehet. A jármű és a villamosin között 2 méter szabad hely van, szabályosan tartózkodik ott az autó? Azért igen, majd fogjuk még tanulni, mert itt a villamosint igénybe lehet venni kikerülésre. A villamosin feléig kell meglenni a 3 méter, mert a szembejövő sínre már nem mehetünk rá. Na ez egy ilyen cselesebb, beugratós kérdés. Tilos megállni útkereszteződésben, értem szerint ott állunk, akkor nem tudunk bekanyarodni, meg nem is a úttest jobb szélén állunk meg, illetve kereszteződés sarokpontjától, a járdaszigetek metszéspontjától számított 5-5 méteren belül. Jogos, nem látunk be, nem tudunk besorolni, nem tudunk biztonságosan bekanyarodni, ezért ilyen helyen tilos megállni. Kivéve az út torkolat, mert ez is kereszteződés, T-alakú kereszteződés, ahol a torkolattal szemben megszabad állni. Sarokpontoknál nem, de szemben nézzétek ki is van jelölve a parkoló megszabad állni, ha nem akadályozzuk a bekanyarodó járműveket. Tilos megállni, beszéltem már róla, be nem látható kanyarban. Tilos megállni, bukkanóban. Mert az ott álló jármű veszélyes lehet a többiekre. Bár hozzáteszem, ha én jövök a kanyarba, és neki megyek ennek az autónak, ki lesz a hibás? Én, mert nem tudom, hogy az azért állott, esetleg meg kiesett a kereke. Tehát ugye a KRESZ alapszabálya azt mondja, hogy olyan sebességgel kell haladni, hogy adott helyzetben számítható akadály előtt meg tudjak állni. Nyilván, ha nem azért állt meg, kiesett a kereke, kiszállt az utas, ő is felelős, de nem a balesetért, ő elkövetett egy másik szabálysértést, de a balesetet én okozom, hogy belé megyek. Tilos megállni gyalog átkelő helyen, és előtte 5 méterrel. Tehát gyalog átkelőhelynél így van a szabály, a zebrán tilos megállni, és előtte 5 méterrel személygépkocsival, nagyobb járművek egyébként ez 15 méter. A cseles kérdés, amivel szoktam találkozni, hogy közvetlenül zebra után megszabad állni? Közvetlenül utána? Igen, mert rajta tilos, és előtte 5 méterre, erre vigyázzatok. Tehát melyik jármű? Mind a két jármű 6-6 méterre áll a sarokponttól. Mi a véleményünk róla? Hogy a B szabálytalan, mert neki még ki kéne hagyni 5 métert, viszont ha itt megvan az 5 méter, ő szabályos, mert zebra után megáll. Ugye ez azért van, mert lelép a gyalogos, merre nézünk először, most már tudod, balra, hát ott áll egy autó, zavar. Ami itt áll, az nem zavar, mert úgyis lépek az úttest felé, hogy onnan érkezőt észrevegyem. Ugye itt is lehet látni, nézzétek meg, zebra után, egyből utána fel is festették a parkolóját. Tehát ez így megengedett. Tilos megállni autópályán és autóúton, a leállósáv mire való? Műszaki hibás, tehát továbbhaladásra képtelen járműnek kell oda leállni, egyébként a leállósávon sem szabad mondjuk azért megállni, mert pisilni kell például. Arra ott van a parkolóhely, benzinkút és hasonlók. Tilos megállni hídon, alagútban, azok kibejáratánál, felüljárónál, aluljárónál. Ezek szűk keresztmetszetek az életben, itt ne álljunk meg, mert útban leszünk. Tilos megállni a vasúti átjáróban, a sineken, hát persze ki akarnak megállni, de attól még tilos, illetve a sinek előtt és után 30-30 méteren belül, tehát itt már nem 5 méter van, itt már 30. A távolságot mindig a vasúti átjáró kezdete András kereszt táblától számoljuk erre is, meg arra is. Sőt, itt azért megjegyzem, ha már beszéltünk erről a forgalmi ok, mert egyéb okról vasúti átjáró az egyetlen hely, ahol forgalmi okból sem szabad megállni, tehát ott lendületből át kell gurulni, vagy ha nem tudsz, akkor előtte kell megállni.
ugye, mert forgalmékból előtte meg lehet állni. Kiállni a forgalomból nem lehet. Tilos kiállni, megállni villamos sínen, vasúti sínen, olyan közel a sínhez, hogy a villamos ne férjen el, hát aki ideál, meg is érdemli, de a kresszbe attól még benne vagy tilos. Tilos megállni a megálló helyeken. Busz megálló, troli megálló, taxi megálló. Vagy fölfestik a sárga cikcakot, és akkor azon. Ha pedig ilyen nincs, akkor úgy van, hogy a tábla előtt 15, utána pedig 5 métert kell kihagyni, ahol nem állhatok meg. Nyilván, hogy beférjen a busz, meg el tudjon indulni. Ezeket majd otthon bemagoljátok szépen. Így van. Teljesen szabálytalan. Én is ott szoktam kitenni az utasomat, de szabálytalan. Erre beszéltünk, hogy néha követünk el szabályt, de nem jó, mert mondom, ott kiáll a rendőr, álljon meg 10 000 forint büntetés azonnal. Ugye, ha sárga cikcak van felfestve, nézzétek meg, sokkal hosszabb terület is. Nem 15, lehet, hogy 45 méteren keresztül nem lehet. Ugye ez ott az ilyen taxi? Így van, ez például egy taxi, megálló végig. Szerencsénk van télen, mert esik a hó, akkor nem látszik. Ugye a sárga, akkor csak 15 méter. Itt van, buszöböl, hát itt szoktuk kitenni az utas, tilos megállni. Buszsávon, tehát ezeken a speciális útrészeken tilos megállni. Kanyarodósávon, lassító, gyorsító, kapaszkodósávon. Hát ezeknek speciális feladata van, ott áll egy autó, ezt a feladatot nem tudják ellátni a sávok. Kerékpársávon. Hát ugye megnézitek, ez az autó. Megállni tilos, kerékpársáv, záróvonal. 3 szabályt sértett meg ezen, összhalmazatként 80 000 forint büntetés alhangon. Ez egy érdekes szabály, oda is le van írva, de inkább mutatom. Tilos megállni a villamos járdasziget és a közelebbi járda között, ugyanis a villamos járdaszigetnél a gyalogosnak joga van átmenni, elsőbsége nincs, de átmehet. Ha itt áll egy autó, akkor állójármű mögül kell kijönni, az meg már veszélyes. Ezért ezen a helyen tilos megállni. Tehát még egyszer, a villamos megálló járdasziget és a közelebbi járda között. Szabad viszont megállni a villamos megálló járdasziget és a távolabbi járda között, van ilyen kérdés is vizsgán, ne dőljetek be, ott szabályos, mert arra nem mehet gyalogos. Na látod, hogy tudod, tehát ott szabad, itt nem. Most már megjegyezted? Jó. Tilos megállni ezen az útburkolati jelen, tudja valaki a nevét ennek a sárga cikcaknak? Különösen veszélyes hely, ahol ezt felfestik, ott nem állhatsz meg. És végül tilos megállni körforgalomban, bár az egyben út, általában útkereszteződés is, de alapvetően tilos megállni. És ezek a járművek miért állnak tilosba? Mert hol állnak hangosan? A járdán, és megbeszéltük, hogy úttesten kell megállni. Akkor hogy lehet ez, hogy ez az autó meg szabályosan áll a járdán? Hát, mert ott a tábla meg az útburkolati jel. Tehát visszacseng az, hogyha közúti jelzés engedi, akkor viszont szabad. De ha nincs, akkor nem szabad, mert alapszabály az, hogy az úttesten kell megállni. Ha engedik a járdán való parkolást, még azért egy pár szempontot figyelembe kell venni. A jármű mérete. Itt úgy mondja a szabály, hogy 1 tonna tengelyterhelés, ugye a tengely az egy tengelyre eső tömeg, és egy személykocsinak általában, vagy bármilyen, a legtöbb járműnek 2 tengelye van. Tehát ebből következik, matek 2 tonnánál nehezebb jármű nem állhat föl járdára. Figyeljetek, mert egy nagyobb terepjáró, egy nagyobb furgon, amit B kategóriá vezethettek, meghaladhatja a 2 tonnát. És szólhatnak érte. Nem szoktak, de szólnak. Sok helyen a járda egy süllyed le a pincébe, pont azért, mert a teherautók fölállnak. Pluszban még a gyalogosoknak el kell férni, itt ugyan jelölték, de ahol nem jelölik, a járdának csak a felét veheted igénybe, és a gyalogosnak legalább 1,5 métert kell hagyni. Tehát ez is szabály. Tehát megvan? Tehát egy 6 méteres járdán mennyit állhatok fel, ha tábla engedi? 6 méteres járdán. 3-at, mert maxima járda feléig. Egy 2 méter széles járdán mennyit vehetek igénybe? 50 centit, mert a gyalogosnak 1,5 méter hely kell. Van egyébként olyan jármű, amelyik alanyi jogból fölállhat a járdára, tudjátok mik ezek? Hát nyilván a szirénázó mentőautó mindig, de azon kívül... A segédmotor, 2 kerekű segédmotor, motor, kerékpár és a mozgássérült személyeket szállító jármű, ami azért lehet nekünk érdekes, mert nem én vagyok mozgássérült, hanem szegény nagymama, és van olyan igazolás, és én viszem, akkor rám is érvényesek ilyen esetben azok a kivételek, ami például nem kell fizetni a fizetősövezet. Itt is mutatja a tábla, hogy akkor lehet odaállni, jó? Tehát mindenképpen engedélyező tábla kell. Megvannak akkor ezek a megállási tilalmak? Egy-két kiegészítés még, ez mit jelent?
hogy nem tolvajok vitték el az autómat, ugye, hanem valószínűleg rendőrök, mehetek utána jó sokba fel fog kerülni. Tehát ez azt jelenti, hogy innen elszállíthatják a szabálytalanul ott álló járművet. Ez a nyíl mit jelent? Hogy abba az irányba érvényes a megállni tilos, általában ezt kereszteződéssel szembe teszik ki. Mert egyébként ugye a megállni és várakozni tilos tábla a táblától kezdődik, és a következő út kereszteződésig tart. Vagy esetleg ellentétes értelmű tábláig. De itt mutatja, hogy arra. És nyilván itt is arra a következő kereszteződésig. Vagy esetleg aláírják, hogy 20 méter. Nézd meg, már meg is kapta a kerékbilincset, mert ez nyilvánvalóan 20 méteren belül van. Ez mit jelent ez a kiegészítés? Az, hogy nem csak az úttesten tilos megállni, hanem ezt hogy hívjuk ezt a részt, ezt a salakos részt? Mi ez? Ez az útpatka. Tehát az útpatkán sem állható. Ebből viszont következik valami, ha van ilyen tábla, akkor ha nincs kitéve ez a jelzés, akkor csak az úttesten tilos megállni, a patkán megszabad. Ezt nem árt tudni. De ha van ilyen jelzés, akkor a patkán sem. Jó. És akkor ez már nem megállni tilos, hanem? Tehát itt lakom, bevihetem a szekrényt az udvarba? Ott hagyhatom éjszakára az autót? Azt viszont már nem. Jó. És akkor még a várakozni tilosnak van egy ilyen kijelölt rakodóhely változata is. Ilyet is lehet látni. Egy a lényeg, ezután milyen járművet nem láthatok, vagy nem szabályos, ha be van zárva és ott hagyják. Mert vagy rakodnak, vagy ha nem jön rakodó, akkor én ottan várakozhatok, sőt itt még 5 percnél tovább is. De vezető legyen minden esetben. Ha ez a tábla után vezető nélkül jármű van, akkor a szabálytalan, természetesen az időkorlát alatt, tehát ezen kívül mondjuk éjszaka itt lehet hagyni a kocsit. És akkor van még egy pár hely, ahol nincs kitéve várakozni tilos tábla, de olyan, mintha ott lenne, tehát várakozási tilalmak. Úgy hívjuk, hogy három úttesttel rendelkező út, talán az Andrássy út jobban beugrik. De ez a fasor is hasonló. Három úttesten a szélét eleve úgy hívják, hogy szervízút, tehát ott kell várakozni, parkolni, középen nem szabad. Kiteheted az utast, megállhatsz, várhatsz valakire, de az autót nem hagyhatod, mert ez várakozási tilalom. Szintén várakozási tilalom van lakott területen kívül főútvonalon. Mész szöllőt lopni, nem állhatsz meg itt az autóval, menj le egy mellékutcába, jó, nem hagyhatod ott. Vagy olyan helyen nem lehet várakozni, hogy a másik nem tud elindulni, tehát várakozó előtt nem lehet másodikként várakozni. Vagy kapu kijáróba, nem tud kijönni. Bár itt van egy engedmény, nem tudom, hallottatok-e róla, pár éve változott, hogy akkor szabad itt várakozni, hogyha a tulajdonos erre engedélyt ad. Tehát a saját kaputba mégiscsak beállhatsz. Jó? Hát de eddig nem volt egyértelmű a Kresszben az az eredet, hogy kapu kijáróba, azt mentek a köztelesek, azt végigbüntették. Hát most nem fognak büntetni, mert nem tudják, hogy kaptál engedélyt, vagy nem. Akkor fog szólni, ha te beszólsz, hogy áll valaki a kapu előtt nem tud kimenni, akkor kijött intézkedni, de magától nem fog. Figyeljetek oda azonban, ha X jelet festettek föl, akkor a szívás, hiába a saját kapud, az X jel önmagában tiltja a várakozást, tehát ott nincs ez az engedmény, hogy a tulajdonos engedélyével. Parkoló, mozgáskorlátozott személyeknek annyira vonz, hogy odaálljak, főleg ha nem festik föl. Ha jönnek 50 ezer forint a büntetés, a legmagasabb büntetési tételt itt lehet fizetni, 50 ezer forint, jó? Figyeljetek erre, sokszor el van forgatva a tábla, a bokor takarja, tehát ilyen gyanúsan üres várakozó hely van, az áruház bejáratánál úgy, hogy tele van a parkoló, az nem rátok vár az a hely valószínű, jó? Nézz körül, lehet, hogy föl van festve. Akinek a kártya kín van a szélvédőn, mindegy, hogy te viszed, vagy a tulajdonos. Tehát nem csak átalakított járműre érvényes, bárki ilyet vezethet, csak a kártyát ki kell tenni a szélvédőre, hogy jól lássák.